A Tudományos Újságírók Kamarája 1996. májusában első ízben adta át az év tudósa kitüntetést a Műegyetem legendás hírű professzorának, Simonyi Károly Kossuth és Állami Díjas akadémikusnak. A Hazai Tudományos Újságírók Díja tiszteletadó főhajtás az értékteremtő és tudását önzetlenül továbbadó tudós és tanár előtt, akit átlagon felüli társadalmi érzékenység, kritikus szemléletmód és emberi tartás jellemez. Simonyi Károly ez alkalommal különös jutalmat is kapott. Névjegyet készítettek neki az égen. Róla neveztek el egy csillagot az Androméda csillagképben. A most következő film róla szól. Ő vall arról, miként élt, alkotott és igyekezett átadni a tudást az utána jövőknek itt Közép-Európában, a világnak, számára, számunkra oly kedves, oly szélfutta szegletében. Közben persze óhatatlanul látkép készül egy mozgalmas, embert próbáló korszakról is. Hölgyeim és uraim, íme az ember. Professzor úr, az ember életútját meghatározzák a gyökerei. Úgy tudom, egy nyugat-magyarországi kisfaluban születtél. Valóban paraszti családból származom, mégpedig tizen voltunk testvérek. Szegényen nem nyomorogtunk, de azért meg kellett nézni a garast, hogy az hova került. Egyházas falu, ahol születtem. Magyarország nyugati felé Sopron megyének nevezték akkor, amikor én ott elemiskolába jártam. Ez, ha megnézel egy, mondjuk a Palasz lexikonba egy olyan térképet, amelyen Magyarország műveltségi elosztása van ábrázolva, akkor azt lehet észrevenni, hogy Nyugat-Magyarország Moson, Győr, Sopron megye különlegesen művelt. Így egyházas faluban emlékszem a 20-as évek elején, hát olyan régen volt, amikor én elemista voltam, akkor egyetlen egy analfabéta nem volt, nem volt koldus se. Tehát egy viszonylag a szegénységben is jó módú és nagyon művelt község volt. Akkor mai nap elképzelhetetlen különbség volt, mondjuk úgy, hogy az emberek tudattartalmát nézve egy város és egy falu között, ma a televízió, a rádió mindent homogenizál. Képzeld el, akkor én 10 éves koromig nem ültem vonaton. Akkor ültem először, igaz, hogy akkor mindjárt Budapestre jöttem. Addig nem mozdultam, kilekvebb szekéren néha a szomszédos falukba, búcsúra, vásárokra, oda néha elment, elvitt édesanyám. Édesapám, aki egyúttal a falu bírája is volt, sajnos meghalt, mielőtt én születtem pár hónappal, és nagyon jóban volt a plébánossal, úgyhogy engem különös gonddal figyelt utána, majdnem azt mutatnám, hogy én voltam a kedvence az általános iskolába. És amikor a 4. általánost is kijártam, akkor beiratott, anélkül, hogy szólt volna bárkinek a családba, édesanyámnak se szólt, Győrbe a Bencésekhez. És jött és mondta édesanyámnak, hogy készítse a fiát, megy Győrbe a Bencés gimnáziumba. És miből fog élni, kérdezte édesanyám. Hát az úgy van, hogy ott ilyen az interpapinternátusokban idősebb diákoknál ilyen kisinasi szolgálatokat lehetett végezni, és ezért kapt, ott megtűrték, vagy adtak kosztot-kvártét az ilyen, hát azoknak, akik nem tudtak fizetni, és a plébános vállalta, hogy az egyéb költségeket viseli. Na erre édesanyám kétségbe esett, hát sovány, gyönge gyerek voltam, ő engem ilyen helyen nem enged, nem látja biztosítottnak a jövőmet, illetve egyáltalán az életemet. Dicsérete legyen mondva a plébánosnak, hogy nem hagyta ennyiben. Tudta, vagy felfedezte, hogy nekünk van egy távoli rokonunk. És gyorsan írt ennek a távoli rokonnak. A távoli rokon nem volt más, mint azt hiszem ez a név sokaknak ismerősen senk, Simonyi Szabadalmi Sándor, aki miniszterelnök volt, mégpedig
A gyászos évek 1920-ban az ő miniszterelnökség alatt írták alá például a trianoni békét is. Na most nem ismertük, a család nem ismerte őt. Ő írt, hogy rendben van, jöjjön a gyerek, ő fizeti a költségeket. Így kerültem én egyházas falu, édesanyám becsomagoltam a dolgokat, elmentünk Cseprekbe, vett nekem új ruhát, és jöttünk föl Budapestre. Én boldogan jöttem, édesanyám sírva hagyott itt. 10 éves voltam, pontosan 10 éves. Hát ámultam, bámultam, én még mezővárosra látom, nemhogy Budapestet. Tehát csodálatos volt, és örömmel indultam neki a világnak, de az első hónapok, vagy év talán, de inkább az első negyedév, fél év, az kínkeser volt számomra. Borzasztó dolog volt. Akkor tudnélik, rokonokhoz kerültem, mert hát maga persze a kegyelmes úr nem viselhette közvetlenül gondomat, ahol egy kicsit koszos diáként kezeltek, tehát a családi fészek melegéből kiestem. Ezt még valahogy elviseltem volna. De képzeld el, egy 10 éves paraszt gyerek a gimnáziumban, izmos kis úri gyerekek között. Nagyon érezhető, igen erős tájszólással beszéltem. Ez még csak nem lett volna olyan baj, ezért is kinevettek, de egyszerűen egy csomó olyan szóval találkoztam, de fogalmam se volt, hogy azok mit jelentenek. Néha a gyerekek kiabáltak nekem valamit, és akkor én nem tudtam, hogy ezek most valami csúnyát mondanak, vagy éppen megdicsérnek. De állandó köznevetség tárgya voltam. Úgyhogy hát én kétségbe esve mentem mindig haza, sírtam, úgy titokba, nem nagyon sírós vagyok, és erre talán nem is emlékszem, hogy tényleg effektíve sírtam volna. Kétségbe voltam esve, és akkor se jutott soha eszembe, hogy haza kellene menni. Soha ilyen, hogy én pedig hazamegyek. De az én időmben egy diák, akkor volt jó diák, és akkor tartották okos gyereknek, ha latinból és matematikából jelese volt. Az osztályfőnök is, ők is mindig latin-magyar szakosok, vagy matematika-fizika szakos tanárok, természetes azoknak volt nagy óraszámuk, és a tantárgyuk súlyánál fogva tekintélyük. Na most, a latinnal én bármennyire is paraszt gyerek voltam, de misén keresztül, a minisláláson keresztül megbarátkoztam. Akkor persze latinul ment az egész, és én kívülről fújtam a minisrás gyerek számára latinul a szövegeket, és így a latin szavak nem voltak ismeretlenek, sőt, még a ragozásról is volt némi hajlamom. Hát a matematika az meg egyszerűen feküdt nekem. Úgyhogy az első önérzetem akkor tért, vagy kezdett visszatérni egy-két hónap múlva, mikor például konkrétan emlékszem, egy új tanterembe költöztünk, és megdöbbentett, hogy mennyi gyerek akart elém, mellém, mögém ülni, hogy ezek miért akarnak tulajdonképpen ideülni. És akkor lassan visszatért az önérzetem, és körülbelül fél év múlva, meg év végén, amikor tudod, hogy régen vastag betűkkel jelentek meg a jeles diákok egy nyomtatott értesítőben. A következő történt. Simonyi Szabadám Sándornak volt egy lánya, a férje ganzgyári főmérnök volt, nekik nem volt gyerekük, és ők magukhoz vettek. És ettől kezdve belekerültem a fészek, családi fészek melegbe. Ők nagyon hamar rájöttek, hogy így egyedül nem jó lenni, és a plébános is mozgott, és írt, hogy van ám itt még egy gyerek. És akkor így jött föl a bátyám, aki pillanatok alatt magánúton letette a lemaradást, úgyhogy már a harmadikban együtt jártunk, és mint ikerek szerepeltünk. Ez egyik megjegyzés. A másik pedig a Szemadám. Hát a nagybátyám azt szerette volna, hogy ne Simonyira, mert a Simonyi az is családnév, hanem maradjunk Simonyi Szemadámnak, tehát a régi nevem is maradjon meg, de én mondtam, hogy ez nem mintha féltem volna, hogy ilyen névvel, bár erre is visszatérek mindjárt, hanem hát egyszerűbb, és hát szerencse, mert tanárként annyiszor kellett a nevemet aláírni, képzeld el, ha ilyen hosszú névvel megyek,
Na, most azért erre a kettősségre szeretném felhívni a figyelmet, szóval erről beszéltünk, hogy egyrészt volt az egyházas falvi vonal, másrészt a rózsadombi vonal. És később a kommunista időkbe úgy szedték elő ezt a két vonalat, vonal egyikét, ahogy éppen az előszedő célja megkívánta. Ha engem előre akartak vinni, akkor én voltam a tízgyerekes parasz családból származó parasz gyerek, a népi káder. Ha pedig víz alá akarták nyomni, akkor én egy reakciós miniszterelnök nevelt fia voltam. És mind a kettővel lehetett játszani. És mi mondtam, én tulajdonképpen mind a kettőnek az előnyét és hátrányát egyaránt éreztem, de inkább az előnyét. Érdekes módon talán tapintatból a nevelő szüleim itt nem fogadtak örökbe. A tapintat azt jelenti, hogy édesanyám az édesanyám maradjon. Tehát én végig hivatalosan, végig, mint parasz gyerek szerepeltem. És ezt talán már mondtam, bármilyen furcsa, még ezekben a 30-as években is, ha én azt mondtam, kérem, én egy tízgyerekes parasz családból származom, néha ezzel többet lehetett elérni, mint ha azt mondom, kérem, én a miniszterelnök unoköccse vagyok. Tehát 10 éves koromban belekerültem mondjuk ebbe a rózsadombi vonalba, úgy éltem, mint mondjuk a, hát ha nem is a felső 10 000, de a jó polgári középosztály, a jobb polgári középosztály. Azt is mondhatnám, ma úgy mondanánk annak a nemzeti, szóval nem a liberális, hanem inkább a nemzeti szárnya, vagy konzervatív, ezt lehet mondani ma. Tehát egy ilyen szellemi polgári környezetbe kerültem, és másrészt ott volt hát ez a paraszti vonal. Na, én nagyon hamar beletaláltam ebbe a környezetbe, és egy idő múlva egy feszültség keletkezett, és erre a bátyám, aki később jött, aki a kötődése sokkal erősebb maradt, nagyon sokszor figyelmeztetett, hogy vigyázz, te neked már semmi közöd nincs. És ezért volt az a később időkben, amikor már eszméltem, tehát úgy az érettségi táján, egyetemi hallgató koromba, kínosan kerestem a kapcsolatot, hogy erőltetetten, hogy jaj, elneveszítsem. Tehát az erőltetés olyan dolgokban nyilvánult meg, mint hogy lementem aratni. És igenis végig arattam pontosan úgy, ahogy a testvérem, aki nagyobbik testvérem, akinek segítettem ebbe, mint ahogy ő elejétől végig mondtam, hogy megfeszülök, akkor biztos, hogy részes aratónak nem tudtam volna elmenni. De azért a parasztok, tehát a kisgazdák, a parasztnak nem mondta, hogy a kisgazdák, azoknak ez nem volt olyan borzasztó nehéz, mert a földek úgy voltak, hogy itt volt egy fél hold, ott volt egy hold, tehát kora hajnalban beültünk a szekére, kiszekereztünk az egyik helyre, ott levágtunk 3-4 kaszával egy holdat, aztán átmentünk délután, vagy hazamentünk, ebédeltünk máshova, tehát nem volt az a rettenetes, de egybe egy fél holdat, egy holdat, az nagyon nagyon kínos volt. Ezt egyébként itt is, filmen is megmutathatjuk, tudnélék. Hát van olyan már, hogy a feleségemet is levittem, és a két kis gyerekemet, akik szintén segítettek, és íme rakják a szénát a szekérre, én pedig éppen kaszálok, tehát ez később is megmaradt, ez a szerelem, de itt tudatosan és erőltetve. A öcsém egyszer meg is kérdezte, hogy mondd, mikor látta, hogy szuszogok és izzadok, hogy mi nehéz, hogy az aratás vagy egy szigorlat. Hát mondtam, nézd, most azt mondom, hogy ez nehezebb, de szigorlat előtt sokszor gondolom, inkább elmennék aratni most erre az időre. Ugorjunk kissé vissza az időben. Úgy tudom, az érettségi után a műegyetemre jelentkeztél. Igen, akkor mindenki úgy tudta. Ez volt a hivatalos verzió. Tudnék, én két helyre adtam be a felvételi kérelmemet. Az egyik a Budapesti Műszaki Egyetem, de akkor is azért nehéz volt bejutni, bár én iszonyú gőgös voltam, mondtam, ki ha én nem.
De ezért beadtam a pécsi állam és jogtudományi karra is. Két helyre, egyszerre? Két helyre, egyszerre. Ezt lehetett csinálni? Nem lehetett, mert eredeti érettségi bizonyítványt kellett, de hát Pécsre, ugye, mint gondoltam, vidékre ezt lehet, egy már hivatalos másolatot küldtem. És fölvettek oda is azzal, hogy majd mutassam meg az eredeti érettségi bizonyítványomat. Maradtál a műegyetemnél? Nem maradtam a műegyetemnél. Mondtam, ha már engem fölvettek egy egyetemre, akkor azt elvégzem. És paralel csináltam a műegyetemet és a pécsi egyetemet. Hogy lehetett? Ma legalábbis ilyet nem lehet csinálni. Akkor se lehetett. A legszigorúbban tilos volt, és ha megtudják, hát tudnék, az egyetem előírásaiban benne van, hogy az órákat legalábbis elvvel látogatni kell. Hát én nyilván nem látogathatom, ha egy időben két egyetem nappali tagozatának a hallgatója vagyok. Ez akkor is különleges volt, el kellett titkolni, úgyhogy senki nem tudta, hogy én itt letettem a szigorlatot fizikából, mondtam a felső mennyiségtámból, utána leutaztam, és szigorlatoztam büntetőjogból, magájogból, kereskedelmi és váltójogból Pécset. Egyelőre a másolat, tehát az érettségi másolat ugye elaludt, ott nem kérték többet, úgyhogy én lejártam. Na most hogy lehetett ezt megcsinálni? Nézd, volt akkor egy hivatalosan el nem ismert bevett intézmény, a Mezei Jogásság intézménye. Ez azt jelenti, hogy vidéki egyetemek megengedték azt, hogy a hallgatók ne járjanak be órára, pontosabban elnézték, csak vizsgázni, szigorlatozni menjenek. Ez egyszerűen azért volt, mert rengeteg olyan, mondjuk jómódú földbirtokos grófi gyerek, aki nem akarta lekötni magát, de hát diplomát doktori jogi doktorátus szerezni akart, és így megtehette azt, hogy közben a birtokán élt, vagy utazott, vagy csinált, amit akart. És azért az egyetemet végezhette. Úgyhogy végeredményben, ennek köszönhetem én is, hogy minden nehézség nélkül meg lehetett ezt csinálni, de persze hát egy ilyen mezei jogásság ott abban rengeteg, szóval hogy is mondjam csak, akkor iszonyú humoros dolog volt, most még humorosabb, nem akarok erről mesélni, de egyrészt humoros és azért felháborító volt. Azért egyet mégis szeretnék, a diplomát. Tudni, hogy doktori disszertációt kell írni. Ez annyira bevett módszer volt a következő, hogy amikor eljött annak az ideje, tehát én megkaptam az abszolutóriumot, tehát lezárták az indexet, és most már csak egy diploma munkát kellett, illetőleg egy disszertációt kellett beadni, akkor annak rendje módja szerint körünkbe, mezei jogász körében megjelent egy ügyvéd, és azt mondta, hogy uraim, 80 pengő. Micsoda 80 pengő? A diploma. Illetőleg a disszertáció. Hogy én már megírja 80 pengőjét? 80 pengő, az elég szép pénz volt akkor a 80, megírja a disszertációt. Erre mondtam neki, hogy ugye oda kell írni, hogy ezt én magam csináltam, mert elkezdtek, hát persze, hogy oda kell írni, hát de mi van abba? Hát mondtam, hogy akkor én mégis megcsinálom, mert azt mondta, hogy ide figyeljen. Maga most nem fizeti meg a 80 pengőt. De nem fogadják el, mert nem ismeri a tanár ízlését. Majd akkor jön hozzám, de akkor én már csak 150 pengvér fogom megcsinálni, mert akkor már extra diszertációt kell csinálni. Hát de mondtam, tudja mit? Akkor se. Akkor is megcsinálom. Na, engem nagyon könnyű tudod, még ott is bizonyos tárgyakra azoknak szép struktúrájuk volt, beleszerettem. Én beleszerettem a közgazdaságtanban, mondtam, közgazdaságtanból disszertálok, és elkezdtem olvasni a közgazdaság, mégpedig a gazdaság élet hullámmozgását. Hogy megy tönkre a kapitalizmus? Igaz, hogy a hullámmozgásban az is benne van, hogy mászik ki belőle. Ez engem különösen érdekelt, hogy mászik ki. Elkezdtem irodalmat olvasni, hát akkor már nyelveket, úgyhogy vagy 4-5 nyelven irodalmat meghoztam, a Genfi, az Egyesült, akkor nem Egyesült Nemzet, Népszövetségtől mindenfélét, ami pesti könyvtárban elérhető volt. Kedves emlékem, hogy a könyvtárban, ha nem volt egy könyv, az rendszerint valamelyik professzornál volt. És amit én kerestem, az rendszerint a Heller Farkasnál, a híres közgazdász, külföldön is ismertnél,
És mikor bemegyek egyszer a titkárnőjéhez, mondom, ne haragudjon, de hát itt van a tanszéken. Szóval múltkor a professzor már azt kérdezte tőlem, ki az a, melyik az a hallgató, ki mindig azt az irodalmat kéri, ami az én jóasztalomon van. Na, megírtam. És hát persze ez ma is mindenki tudja, hogy a közgazdaságtanban a differenciál hányadosok első, második derivált szerepel, minden újságban benne van, csak az emberek nem tudják, hogy ők most második deriváltról beszélnek. Az árak, ugye, ha azt mondom, árak változnak, nőnek, az az első differenciál hányados. Ha azt mondom, hogy az infláció lassul vagy nő, az az áraknak a második differenciál hányadosa. No, én nem szövegben mondtam, hanem fölírtam egy gyönyörű a közgazdaságtan alapegyenleti differenciál egyenlet formájába. Beadtam ezt a disszertációt. Milyen siker? 10 perc alatt ilyetten mondták, hogy uram, el van fogadva, csak tűnjön el. Miért vállaltad ezt a többletmunkát? Miért volt szükséged arra, hogy a mérnöki diploma mellé jogit is szerezzél? Köszönöm a kérdést, tudnillik. Természetesen én amikor úgy 18 éves lettem, tehát érettségiztem, aztán az első egyetemi hallgató koromba, amikor hát a két vonalnak megfelelően például egyházas faluba aratni úgy mentem, hogy előtte Párizsba nyári egyetemen hallgattam a francia irodalmat és francia történelmet, és utána egyenesen egyházas faluba mentem és kimentem a mezőre. Tehát ez a két vonal, na most ebből a két vonalból adódik, és hát ez persze minden fiatal azt csinálja, ugye, hogy hát mi a feladata egy fiatalnak? A világot meg kell váltani. És te is meg kellett váltani. Igen, de én tudatosan készültem rá. Akkor még nem tudtam, hogy én tulajdonképpen a alapot is és a felépítményt is tudni akarom. Ez csak később derült ki, ugye, a marxista ideológiában. Tehát az alap a termelési módszereket a mérnökség adja. Tehát ebben kell ismerni a felépítményt, a társadalmi struktúrát, pedig a jogásság. Tehát én tudatosan készültem arra, hogy értsek a világhoz, és miután láttam ugye az egyik oldalt, a kvázi felső 10 000 oldalát, a jómódok oldalát, láttam a nem nyomort, de a szegénységet, a problémákat, azt mondtam, hogy én vagyok az elhivatott erre. Hát ezek után az, hogy aztán elmentem atomfizikusnak. Tudnilik, nagyon hamar rájöttem arra, hogy a világ megváltáshoz nem elég a szakmai ismeret. Mi kell hozzá még? Elsősorban hit kell. Hinni abban, hogy nekünk, és mondjam, zárójelbe szeretném hozzátenni, hogy csak nekünk van igazunk. Tehát olyan hit kell, ami mondjuk képessé teszi az embert arra, hogy a kivégző osztag elé álljon. Vagy még erősebb hit, hogy maga vezényeljen kivégző osztagot. És ez a hit bennem soha nem volt meg. Soha nem hittem el, hogy csak én vagyok a... Szóval, hogy nekem a Jóisten külön kőtáblát adott. Tehát én vagyok az igazság birtokába. Persze érzelmi töltés nélkül nem lehet tulajdonképpen semmit se csinálni, és ilyen érzelmi hozzáállás a tárgyhoz, a tárgyat is szeretni kell, hallgatókat szeretni kell, tehát ez valóban bennem mindig megvolt. De én nem erről, én erről, tehát az igazság, hogy én akármilyen mennyire lelkesen csináltam, sose hittem el, hogy az a módszer a legjobb, ahogy én csinálom, sőt, nagyon-nagyon kétségek gyötörnek még a legszűkebb szakmám területén is. Professzor úr, elvégezted az egyetemeidet. Ezután azonnal elrabolt az atomfizika? Iránt vettem az atomfizikát. Egy kis kitérővel voltam villamosgépek tanszéken, tanársegéd. Ott ellenőriztem villamosmotoroknak, generátoroknak a rajzait, a hallgatók rajzait. De nem sokáig, akkor létesült a Bajz Zoltán féle atomfizika tanszék, összesen egy darab. Hányban volt ez, professzor? Ez 1938-ban létesült, de amikor én oda kerültem, az, mint hogy én 40-ben végeztem, tehát 1942-ben, addig voltam a villamosgépek tanszéken.
akkor kerültem oda, mint második tanársegédnek. Közben a Baj Zoltánnak a előadását végighallgattam. Na, Baj Zoltán az egy külön szám volt. Valahogy őt ugye az élet királyának tartottuk. Képzeld el, egy fiatal, 38-40 éves férfiú, fes, magas, jó magas, igen. Autóval, saját autójával járt az IZZO laboratóriumából. Igen, mert az IZZO-ban ő volt a... Ő volt a kutatólabor vezetője, és az Asner külön neki csinálta az atomfizika tanszéket. És remek előadó volt, remek előadásokat tartott. És talán itt, hogy egy diák mit lát meg a professzorba, hogy a legszebb emléke, ami róla van, az az, hogy természetesen atomfizika, ez most a menő tárgy. Amikor megindult az egy atomfizika előadás, ez meg volt hirdetve az Ötvösön is, és a Műegyetemen is, de a Műegyetemen tartotta, akkor ilyenkor szokták mondani, még a Csilláron is lógtak. Tele voltak ablakok, tanterem, iszonyú tömeg. Természetesen kiderült az, hogy az atomfizika, amikor előadják, az pontosan olyan tárgy, mint a többi, differenciál egyenletekkel, kinkeserves levezetésekkel, meggondolásokkal, minden egyébbel. És hát az emberek kezdtek elmaradni, úgyhogy fél év végén volt 10-20 lelkes hallgató. Következő fél évben újból meghirdetődött, megint ment föl a létszám. És akkor emlékszem, hogy a Baj Zoltán kérdezte, kinek mikor jó, mert mindenhonnan gyűltek a hallgatók. Tudományegyetemről is átjöttek? Hogyne, onnan. És az akármelyik évfolyamból át lehetett, és a Műegyetemből is. Kinek melyik nap jó, és akkor mondta, hogy melyik nap. És akkor kiderült, hogy a népségnek, a 90%-ának jó valamelyik nap, kinek nem jó. Előről ültünk ott 4-5-en, 6-an, 8-an, és jelentkeztünk, hogy nekünk ez nem jó, mérésünk van, azt nem lehet semmiképpen hagyni. És hát én erre, hát most akkor nem lesz Baj Zoltán, mit csináljunk. És erre a Baj Zoltán azt mondta, és ezt mi magunk csodálkoztunk, hogy kérem, ez az öt ember végigjárta az előző fél évet. Csak ami nekik jó, abban az időponton lehet tartani. Tagja lettél Baj Zoltán csoportjának. Vele mind dolgoztatok? Mi készítettük el Magyarország számára az első radarkészüléket, mégpedig a lőelemképző radarkészüléket, tehát azt a készüléket, amelyik elektromágneses hullámmal az ágyú számára adatokat szolgáltat, hogy hova kell lőni, hát ez a lőelem képző. Ez Magyarországon teljesen új volt, és mi csak annyit tudtunk, hogy Anglia ezt használja, ezzel nyeri meg a csatát, a sziget, vagy a csatorna csatát, és hogy a németek is már fölépítették az első berendezéseket. Jellemző volt, hogy a németekkel ugyan szövetségben voltunk, de semmit erre vonatkozó adatot nem kaptak, úgyhogy nekünk tulajdonképpen magunknak kellett mindent kitalálni. Hát ez volt a Baj csoport, és hogy mondjuk úgy a helyzetnek a iróniája, hogy a háború végére el is készültünk, és nekünk is volt egy mikrohullámú adóvevőberendezés, amivel meg lehetett mérni, hogy egy repülőgép milyen magasan, milyen sebességgel, milyen messze száll. De természetesen ez már háborúban nem szólt be. Ez már a háborúban nem szólt bele. Tehát, és ezért voltunk felmentve. Most a háború végén, az utolsó időkben minden érthető. Az oroszok itt voltak egy lőtávolságnyira, akkor minden felmentés érvényét vesztette. Én is bevonultam. És hát természetesen ez a bevonulás azt jelenti, hogy menekülés állandóan. Úgyhogy végül is hát így kerültem amerikai fogságba, az amerikaiak átadtak, majd mentek Szibériába felkiáltással, az oroszok pedig kivittek, hanem is Szibériába, de legalábbis a Rosztov mellé egy táborba. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy akkor, tudod, 10 gyerek közül nálunk nagyon szépen volt elosztva, 5 fiú, 5 lány. Az 5 fiú közül 4-en hadifogságban voltunk, 2-en sebesülten, de
Amikor ott kellően lefogytunk, mint akik már semmire se használhatók, egy csomó némettel egy vagomba zárva, a moritúria, meghalni készülék, akik menjenek haza meghalni, úgyse tudunk semmit, lefogyva 45 kilóra és betegen, betettek egy szerelvénybe, egy magyar szerelvény, a többi német, és ezért nem is hazahoztak, hanem Frankfurt an der Oder, az volt a németeknek egy átjátszója, és mi arra felé mentünk, de már, mint hogy mi már megjártuk a hadifogolytábort, egy kísérőnk volt, és minden állomáson le lehetett ugrálni. Tehát nem őriztek benneteket. Nem őriztek, csak ha, és ha elindult a vonat, persze mindenki kétségbe esett, rohant és mászott föl a vonatba, mert hisz ez már hazavisz bennünket. Felvételünk idején éppen 50 éves a híres Holdradal kísérlet. Úgy tudom, aktívan részt vettél a munkálatokban. Nézd, én talán aktív résztvevő, inkább az elméleti előkészítőbe voltam. A megvalósítás akkor történt, amikor én hadifogságban voltam. Na most mindenki egy kicsit azt hitte, hogy én ott maradok, orosz hadifogolytáborba. Úgyhogy mikor megírták ennek a történetét, akkor az én szerepemet kiemelték nagyon, mondhatnám nekrológszerűen. Olyan súllyal, amit én nem érdemlek meg. Na most igaz, hogy én még a végső stádiumban, az utolsó méréseknél itt voltam. De ez akkor, abban bizonyos vetkőztetős időszakban volt, Újpesten ment a kísérlet, nem ismertünk este meg hazajönni, ott aludtunk helyszínen, úgy végeztük el, és hát éjjel mentek a kísérletek, és amikor reggel hazafelé mentünk, még a messzelen embereket láttunk mellékutcában úgy az Angyalföldön heverni, tehát ilyen idők voltak, Budapest romokba hevert, hát ez 1946. február-március ezekben az időkben volt. Én akkor megint azzal a lelkesedéssel jöttem haza, illetve azzal a kétségbeesett lelkesedéssel, hogy itt minden tönkre ment. Gondold el, a tanszéken az volt az első feladatunk, hogy bedeszkákkal, bedeszkáztuk, bedrótoztuk az ajtót. És akkor örültünk, hogy most már van rajta deszka, drót. És hogy akkor voltak a közmunkák, és mi fel voltunk mentve emiatt közmunkák alól. És én azt mondtam, hogy nem szabad ilyenkor ilyen kísérleteket végezni, romokat kell rendbe hozni. Én most belátom, hogy nem volt igazam, tehát Baj Zoltánnak volt igaza. A Hold kísérletről maig is beszélnek, a Budapest nélkülünk is csak rendbe hozódott, felépült. A mi hozzáadásunk, vagy Baj Zoltánhoz adása ahhoz elhanyagolható lett volna. Így viszont a magyar tudományhoz a hozzáadása az igenis tekintélyes volt. Tehát én nagyon nagy értéknek tartom a kísérletet, de én magam akkor nem tartottam aktuálisnak, és nem is vettem olyan intenzíven részt, épp azért, mert az a bizonyos hit, amiről beszéltünk, hiányzott bennem, nem a megvalósíthatás, hanem hogy ezt most érdemes csinálni. Akkor talán a végét is mondom, ő Baj Zoltán 48-ba disszidált. Hát ő neki erre kellett, mert ő politikailag nagyon karakán ember volt, nagyon tiszteltem ezért is, és hát akkor úgy veszélyek leselkedtek rá, kiment. És hát örült volna, ha mi is megyünk. Ezt esetleg föl is vetette nektek? Hát virágnyelven. Ez egy furcsa dolog volt, virágnyelv persze nagyon átlátszó volt, olyan, hogy itt pedig fizikát nem lehet csinálni, mi pedig fizikusok vagyunk. Hát valami olyasmit kellene csinálni, ahol lehet fizika. És akkor én akkor már túl voltam az hadifogságon. Az a véleményem, hadifogság nem tesz jóvá, nem tesz rosszá senkit, de valahogy kihozza, nyilvánosságra hozza a rejtett, a jó és a rossz tulajdonságot, ami minden napi civil életben nem nagyon lehet. És itt valahogy úgy tudod azt a bizonyos dolgot, amit nem merem kimondani, hogy szégyellem, amilyen honvágy, hazafiság, vagy mit tudom én mi, és akkor azt mondtam,
ha innen hazakerülök, akkor én ott lecövekelek, és ki nem mozdulok. Talán már említettem azt, hogy olyan különleges helyzetbe kerültem, és ez a legtöbbször akármilyen tragédia volt egyébként, hogy számomra valami miatt előnyös volt. Na most 1946-47-ben, 48-ban, ebben az időben az én generációm, tehát aki pontosan annyi idős volt, mint én, az olyan értelemben előnyös helyzetben volt, hogy még nem kompromittálhatta magát a múltba, mert még nem jutott olyan állásba. Ugyanakkor már 48-ban mögöttem egy olyan 8 éves kvázi tudományos múlt volt. Tehát mi voltunk a jövő lehetséges tudósai. A nagyon sok tanszéket létesítettek, és sok megőrült éppen ezért, mert vagy külföldre utaztak, vagy diszkvalifikálták, aki oda pályázott. Csak egy példát mondjak, hogy én mikor egyetemi katedrára pályáztam, vagy 3 tanszékre pályázhattam volna eséllyel. Tehát ennyire kedvező volt, és a végül a soproni tanszékre, ahol pályáztam, összesen egy darab konkurens volt, szegény, egy idősebb ember, közben az is meghalt, ugye, te még a pályázat. Soproni melyik egyetemre? A Sopronban volt akkor a Budapesti Műszaki Egyetemnek erdőbánya és kohomérnöki tagozata. Az akkor a mi egyetem egy szakja volt. Sopronba egy kicsit a budapestiek gőgével mentem, ugye egy vidéki egyetemre, és ott kellett rádöbbennem, hogy micsoda nagy fejek dolgoznak. Csak ilyenek, mint Tárci Hornok Antal, Verő József, a Vendel Miklós, Cádeszky Kardos, ezek mind világklasszisok voltak. Vagy Mika József, a mikrokémiának a nemzetközi hírű tudósa. Elnézést, de ezt én fontosnak tartom megjegyezni éppen a magyar tudomány és a Sopron dicsőségére. Hát egy darabig úgy azt mondtam, hogy na, leszek elektrotechnikus, mert azt kell tanítani, és egyszer csak úgy hirtelen, de hát nagy feszültség, hát miért ne folytathatnám. És akkor valóban nekiálltunk, kaptam aspiránst is Budapestről, az Erő János, aztán néhány munkatárs, Mit György, és az ottani kutatók, akik illetőleg a tanársegők ott dolgoztak, most is azt hiszem már nyugdíjas Karlovics József, egy amerikai luk, és elkezdtünk gyorsítót építeni. Eszközeitek hogy? Honnan voltak ehhez? Nézd, lényegében vagy gyártottuk, csináltuk, ott volt egy csodálatos ügyességű régi bútordarab a Horváth bácsi, aki mindent meg tudott csinálni, mint műszerész, de akármit azt mondta, hogyha én azt mondom neki, hogy egy 5 tonnás gépet konzolokra rakjon föl egyedül a falra, ő azt is megcsinálja nekem, de becsukja az ajtót, hogy ne lássam, úgyhogy. Tehát szóval mindent megcsinált, hogy onnan vettük. Hát ez megint olyan, hogy Sopron környékén harcok voltak az erdőbe, kiment a 2 segédjével az öreg Horváth bácsi, és visszajött óriási acéllemezekkel, honnan vették. Hát egy T-34-es tancsi osztak szét az erdőbe. Egy idő múlva visszajönnek, és mind a 3-an be vannak kötözve, fejük, lábuk, kezük, minden egyéb. Hát, hogy persze a T-34-et lángvából vágták, és nem mindenvették, és a túloldalon benn volt egy gránát, és bele lángvágóztak. Még szerencse, hogy ők a fém mögött voltak, úgyhogy hát ennyi zúzódással. Hát ilyen kalandokkal született meg, megcsináltuk végeredmény végül is 1951-ben ezt a bizonyos dorsítót. Ez egy körülbelül olyan 700 ezer volt feszültségű Van de Graaff típus, hát ilyen szalag típusú generátor volt, nagy vákum csővel, amiben hát most vagy én nem akarok részletekbe bonyolódni, de egy nagyon fontos dolog volt. És pedig az, hogy úgy lehetett egyszerűen megoldani és gyorsan a problémát,
ha a kísérletezőben van a 700 ezer volt feszültségű felső elektródába. Hát természetesen ezt akartam, nem akartam, én vállaltam, és ott a mérő műszerrel néztem, hogy mikor megy végbe magreakció. Tudod, én akkor, én mostanában úgy megkérdezek, jaj Istenem, az atom milyen veszélyes, és a rádióaktivizatom. Mondom, engem ne kérdezzenek, hát mi naponta imádkozzunk, hogy adj Uram egy kis rádióaktivitást, amit mi magunk csináltunk. Tehát, és valóban mi állítottunk elő, akármilyen bűnösnek látszom emiatt, elsőként Magyarországon mesterséges rádióaktív anyagot is. De hát azt csókolgattuk, öleltük, és hát én ott azon a berendezésen, ahol ezek a magreakciók mentek, azon rajta ültem. Fém elektród a belsejében, nincs elektromos térerősség. Hát mondtam, ez annyira igaz, hogy én erre az igazságra nyakamat tettem a szószoros értelmében. Persze a dolog nem ilyen egyszerű. Tudik, ott benn ebben mindenféle berendezések vannak, amik között volt 15 ezer voltos is. Tehát azt én ugye a hónom alatt tartottam meg, úgyhogy azért nem volt. De nem attól féltem, hogy megüt. Én azt mondtam, ez egy stílszerű dolog. Engem a nagy feszültség megüt, az rendben van. De attól féltem, mert egy bizony ilyen használt porcelánokra raktuk, hogy az egész összedől. És egyszerűen leesem. Ettől féltem. A feszültségtől nem féltem, se a radioaktív izotópoktól nem féltem. Egyébként mind máig nem félek. Professzor úr, úgy tudom, Magyarországon te építettél először részecskegyorsítót. Ennek emlékét ma Sopronban márványtábla őrzi. Azért ez mégiscsak nagy tett volt, nem? De hát azért az arányérzékre mindig figyeljünk, mikor a nagy magyar eredményeket hangoztatjuk. Hát ezt a kísérletet Angliában 20 évvel ezelőtt már megcsinálták. Jó szép, egy lerombolt országban az ember a háború befejezése után mennyi, 6 évvel, 7 évvel itt Sopronban megcsináljuk. Én nem akarom a saját teljesítményet, főleg a munkatársaim teljesítményét, főleg a horvát bácsi teljesítményét lekicsinyelni. De azért világviszonylatban az embernek arányérzékének kell lenni. Volt visszhangja ennek a kísérletnek? Igen, de volt természetesen idehaza annyira kellemes és kellemetlen. Hát, hogy Kossuth díjat kaptam ezért, ez volt a mondjuk kellemes. Egyszerűen azért talán, mert abban az időben ez egy nagy rang volt. Egy Kossuth díjasnak sok mindent megengedtek. Hát, hogy úgy mondjam, én néha büszkélkedni szeretnék az én politikai intaktságommal. De rájövök, hogy ez nem annyira az én érdemem, szóval ez akkor egy kiváltság volt, ami a speciális helyzetemnek, tudnék, atomfizikusi mi voltomnak köszönhető. És hát persze annak a téveszmének, hogy Farkas Mihály, ugye a honvédelmi miniszter azt hitte, hogy én fogom megcsinálni a magyar atombombát. De ez megint az akkori időkre jellemző volt, hogy pillanatok alatt magához hivatott. Összesen hárman ültünk. Ez egy miniszterhelyettes ugyancsak, ami szépen kidíszített tábornok, a Farkas Mihály meg én. És rögtön azzal kezdi, hogy a legszerűbb az lenne, hogy én igazán eredményesen végezhessem a kísérleteket, ha belépnék a honvédség kötelékébe. Én mindenre fölkészültem, gyönyörű rajzokat csináltam, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni, hogy lehet mímelni egy atombomba hatását, úgy értem, hogy modellezni, tehát hogy a mentést meg lehet szervezni, tehát műszereket kidolgozni a védelem számára. Erre mind felkészültem. De arra, hogy én mint katona csináljam, erre nem. És hát persze ott volt a nagyhatalmas, mit mondjak. Hogy azért a kis ördög dolgozott bennem akkor is, hogy azt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen rendfokozatot ajánl nekem. Tudod, nekem semmiféle rendfokozatom nem volt. És tudod, hogy falun, egyházas faluban, ha én megjelenek, mit tudom én, ugye, az egyetemi tanár is az ezredes volt, mindig ez körülbelül. Hát egyelőre ezredesként, ugye, micsoda izé volt. Csak úgy rögtön arra gondoltam, hogy ha én
megkérdezem, hogy milyen címet, milyen rendfokozat szán nekem, és ő megmondja, akkor azt hiszi, és erre mondok nemet, azt hiszi, hogy én alkudni akarom. Tehát mindmáig nem tudom, és nem tudtam dicsekedni egyházas faluban, hogy én lehettem volna, nem tudom, hogy mi lehettem volna. Óriási vita volt a mellettünk ülő miniszter helyettese rám nézett, hogy ez a civil nem tudja, hogy kivel beszél. Hogyan kerültél vissza újra Budapestre? Annak alapján, hogy mi ott megindultunk és gyorsító berendezést készítettünk, ezt ugye az egész társaságot mindenestül felhozták, mint a Központi Fizikai Kutatóintézet atomfizikai osztályát. Meg kell mondanom itt megint, hogy lett volna alkalmasabb ember is az atomfizikai osztály vezetésére. Én gondolok Debrecenben Szalai Sándorra. Ő már régóta foglalkozott atommag fizikával. Ő fizikus volt, és talán a mérnöki részét, és itt az első indulásnál ezen elég nagy súly helyeződött a mérnöki részére, kevésbé volt talán járatos, de a ismert neve volt a magfizikába. Lehet, hogy ő nagyon jól választott, hogy ő ott marad és Debrecenbe csinál egy megveszottatám konkurens intézetet, de ez a konkurencia nagyon jó volt. Talán mindenki számára érdekes, hogy egy atomfizika osztály vezetői 1956-nak az elején egy téli kirándulást tesznek. Íme itt vannak, itt olyan emberek szerepelnek, mint aki később a Szegedi Biofizika Intézet főigazgatója, Keszthelyi Lajos, Dubna igazgató, mint Erő János, vagy Faragó Péter, aki az Edinburgh-i Egyetemnek a dékánja lett. Ezek itt lelkes fiatalok, és hát éppen törik a lécet. Természetesen ezeknél a képeknél egyet figyelembe kell venni, ezeket én csináltam, tehát én nem vagyok sehol jól, lehet ott voltam, úgyhogy nekem nem sikerült felvenni, hogy összetörtem a sínlécemet. Na hát szóval így éltünk. Külföldről, akik ide jöttek, azok valóban csodálkoztak. Érdekes, az egyik Zsolio Curie-nek egy jugoszláv munkatársa mondta, hogy tudják kollégák, hogy itt jobban csodálkozom Csillebérce, mint a Szovjetunióba. Miért? Hát a Szovjetunióban vártam, és ott nagy dolgokat láttam, de azt is vártam. Hát így eljöttem, hogy kis Magyarország, kis intézet. És akkor most csodálkozva látom, hogy mi minden van itt. Professzor úr, mindig gondosan őriztett szellemi önállóságodat. Soha semmilyen politikai szervezetnek nem voltál tagja. 1956-ban mégis rés támadt ezen a páncélon. A Központi Fizikai Kutatóintézetben a Forradalmi Bizottság elnökévé választottak. Vállaltad. Igaz, a többség rád szavazott. Ezt én nem nevezném politikai állásfoglalásnak. Ez erkölcsi állásfoglalás. Legkülönben sem az én érdemem. Én voltam talán az egyetlen lehetséges jelölt, aki nem volt pártag, és nem is szerepelt úgy, mint pártag erre a posztra. És én pedig azért vállaltam el, hát Csillebőrc fönn volt az erdőbe. És tudod, hogy akkor viszont hát nehéz idők voltak, és várhatóan, hogy majd jönnek nehéz idők. Én akkor persze nekem Csillebőrc volt a szerelmem, ahol minden követ, minden az úgynevezett hármas épületnek, még a kiszögelését is én rajzoltam meg. Persze tévedésből, de mindegy, ott van, és az az én skicem után készült. Tehát nagyon a sajátodnak éreztem. Nagyon annak éreztem, és féltem, hogy valami rendzavarás lesz. Én nekem valóban volt tekintélyem, és ez a rang azt adott, úgyhogy én átvettem ezt az egész, tehát az elnökséget, és utána kizárólag ilyen adminisztratív, tehát rendbe tenni, rendbe rakni, fölmentünk a munkatársamnak, a helyettesemnek, a műszaki vezetőnek, Méreinek, volt egy motorbiciklije a legzavarosabb időben, és fölmentünk, volt, hogy gyalog mentünk, a Rózsadombról fölmentünk Csillebércre, és megnéztük, hogy minden rendben van, nehogy nincs-e valami disznóság.
Tehát én úgy lettem forgalmi bizottság elnöke, hogy előtte én ügyvezető igazgató voltam a KFK-ba. Mint minden ilyen nagy intézetbe, a vezetésbe, pártban, intézetbe mindenütt. Vezetésben hatalmi harcok, féltékenykedések, minden folyik. Ennek én is részese voltam. Aktív vagy passzív részese voltam, benne voltam. Én is nyakig tudnék, minden egy picit arról azért mondtam, hogy én semmiről nem vagyok meggyőződve, hogy jó. De arról igen, hogy az ember, amikor harcol, akkor azért harcol, hogy az én emberem kapjon a fizetésjutalmat, az osztály kapjon többet. Tehát ez persze attól függött, hogy milyen rendfokozó volt az intézetben, igazgató, hetes főosztályvezető, tehát egy ilyen helyezkedés. Na most egy a nagyközönség általában még ma is félre, és ha megkérdezik, ki volt a KFK igazgatója, azt hiszem, aki egyáltalán tud valamit, az ugye János Jel, és nem ő volt, Kovács István volt az igazgató. János ugyanolyan főosztályvezető volt, mint én, parlamentünk, sőt, én igazgató helyettes lettem. Ez megint egy más kérdés, ez nagyon szép nemes gesztus volt Kovács Istvántól, Jánosítól is, hogy miért én lettem igazgató helyettes, és amikor a felül a hatalmi harc, ez 56 májusába, tehát hogy igazgató váltás, és egy ilyen hatalmi harc indult meg, akkor én hivatalosan a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől kaptam a Központi Fizikai Intézet ügyvezető igazgatóságára megbízást. Te mondtad, hogy én a KFK első embere, és arra felelni tudok, hogy miért, hogy lettem a mi egyetemen, szintén a forradalmi bizottság, ott nem elnöke, tagja lettem, mert egyetemi tanár is voltam. A forradalmi bizottsági szerepvállalásaidból azután bonyodalmak támadtak. Igen, viszonylag szelíd bonyodalmak jöttek. Nekem csak az igazgató helyettességtől kellett volna visszalépnem osztályvezetőnek. De akkor én megmakacsoltam magam, hogy vagy azt mondják, hogy én nagy disznóságokat csináltam, és akkor rúgjanak ki. Vagy pedig azt mondják, hogy nem, minden rendben van. A hivatalos verzió és tényleg az, hogy én lemondtam. Én írtam egy levelet, hogy éljenek boldogul, sok sikert kívántam a munkatársaimnak. Nézd, ennek meg volt egy nagyon komoly oka, és ezt nem hiszett te se és más se. Én nagyon szigorú voltam, emlékezz vissza a tanáraimról, és akkor te rákérdeztél. Én azt mondtam, ez ezért volt jó, ez azért volt jó, ezt szerettem, szerettem. De egyikről sem mondtam azt, hogy ez nekem mintaképpen. Kritikus voltam, és kritikus vagyok velük szemben. És itt megint szeretném mondani, hogy én elég hosszú ideig vallásos voltam, pap is akartam lenni 16-17 éves koromban, matematika-fizika szakos, szerzetes pap. Ez volt a vágyom 16-17 éves koromban. Egy életem végéig innen is kaptam valamit, és pedig akkoriban ugye gyóni kellett. Az egy picit azért volt, de előtte lelkiismeret vizsgálat. Azt én nagyon komolyan vettem, kis gyerekkoromban. És aztán később jó barátom volt a műegyetem, egy nagyon kritikus szellemű matematikus, aki majdnem azt mondtam, a liberális eszmék felé tologatott, aki azt mondta, legalább magadnak ne hazudj. Tehát ezt én nagyon-nagyon szigorúan vettem, később is, és magamat pontosan szigorúan néztem, és rájöttem arra, hogy én sok mindenre jó vagyok, de, hogy is mondjam csak, nincs bennem semmi, nem merem azt mondani, hogy nem kreativitás, hanem intuíció. Tehát amikor úgy dobja az ember a ötleteket. Ilyen az én fizikai, mondjuk képességeimmel, nem ismereteimmel, azzal talán nincs baj. De képességemmel nem vezethetem Magyarország legnagyobb atomfizikai osztályát. Tudnám vezetni, mert az emberek szeretnek, és jó emberismerő vagyok, tudom mire való. De ahhoz nekem minden segítséget meg kellene kapni, és nem arra utazni rá, hogy minél, hát eznek nincs intuíciója. Mert arra én is azt mondom, hát bizony nincsen, mit csináljak. Tehát egyszerűen én magam úgy éreztem, nézd, még azt is mondhatnám, egy kis kalánság volt bennem. Hogy én úgy éreztem, én nem való vagyok ide ilyen körülmények között, mert nem kapom meg minden segítséget ezzel a képességgel. De azért ezt úgy csináltam, hogy az ellenfeleimnek legyen rossz a lelkiismerete.
Ezt meg kell mondanom, hogy ez kajánság volt tőlem, mert nagyon rossz lelkiismerettel fogadták el a lemondásomat. Mert én azért hangsúlyoztam, hogy mi történt tulajdonképpen egy népi káder, aki végre ilyen magas posztra jutott, azt most sikerült kiirtani. Tehát csúnya dolog volt tőlem. 1957. decemberébe, méghozzá azt hiszem, hogy szilveszter napján, hogy ne legyen ott senki, magam tűztem táblára ezt a búcsúlevelet a munkatársaimnak, akik január 1-én, mikor bementek, akkor ott találták, vagy január 2-án az első munkanapon, hogy eltűntem.